55 éve annak, hogy a magyar nemzet felemelte fejét és kifejezésre juttatta, nem tűri tovább a sztálinista diktatúra elnyomását. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szerveztek megemlékezést Szönyben is, ahol Sárai János képviselő köszöntötte a megjelenteket. A megemlékezés nyitánya a himnusz után a Bozsik iskola diákjai léptek színpadra, felelevenítve a forradalmi eseményeket versbe, dalba szőve az emlékezést a hősökre és áldozatokra. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban, az ott van az orban, a szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták összeköveteléseiket. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Új kormány Nagy Imre vezetésével. A bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad több párti választásokat. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. A Kossuth címer visszaállítását. Március 15-án nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznapá nyilvánítását. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék. És ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosa lennék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka semmiféle szélnek. A legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia. És ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol még közvetve sem igazoljuk a gyilkosságokat. Nehéz minélkünk méltónak lenni ennyi áldozatra. A megemlékezés a szőnyi hősök terén Egyed László szavalatával folytatódott. Nincs már teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl ujjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak. Ismét milyenk a pesti utca, ismét milyenk a bátor ének, parancsolatlan, tiszta szívvel, s a fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövetsz, belügyminiszter? Piros a vér a pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? A szavalat után dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A 20. századi magyar történelem legfényesebb korszakát a mai napon 55 éve kirobbant forradalom és szabadságharc jelenti. A magyar forradalom vérbefolytása után 1956. november 4-ét követően alig néhány hónap alatt körülbelül 200 ezer ember hagyta el az ország területét. Erről számol be a KSH 1957-ben készült titkos felmérése, melyet egyébként csak 1989-ben ismerhettünk meg, és hasonló számadatokat találunk a korabeli nyugati statisztikákban. A 200 ezer embernek a 40%-a 15 és 25 év közötti tanulókorosztály volt, és a 200 ezer embernek a kétharmada pedig férfi. Érzékelhetően csökkent a fiatal generáció aránya, a fiatal férfiak aránya, az ország lakosságának majd a 2%-át elveszítettük néhány hónap alatt. Óriási veszteség. És az óriási emigráció érzékelteti a magyar felkelők és forradalmárok csalódottságát és reményvesztettségét. A könyörtelen szovjet elnyomás és Kádár révén a szocialista rezsim visszatérése
akkor reménytelen színben láttatta százezrek, milliók számára határon belül és kívül is a magyar szabadság kivívását. Egy kicsinke nép a világ akkori legnagyobb hadsereg ellen, a szovjet hatalom ellen, kiknek diktatúráját, Kádárék, a legválogatottabb és legalantosabb politikai és hatalmi eszközökkel belülről is biztosították. Egyenlőtlen, de elszánt küzdelem volt minden magyar számára, mindannyiunk számára örök példa. A reménytelenségre természetesen az évtizedek rácáfoltak. Erre a legfrissebb példa az idén augusztusban egy német labban megjelent interjú, melyet Nyikita Szergejev és Hruscsov, az egykori szovjet kommunista pártvezető fiával készítettek. Az Egyesült Államokban élő, történészként dolgozó Szergejev Hruscsov a következőket nyilatkozta 2011. augusztusában. Apám számára nem volt más választás, mint az 1956-os forradalom leverése, ez azonban mégis vereséget jelentett számára. A magyar fiatalok 1956-ban tiszta ügyért, a szabadságokért harcoltak. Épp ezért apám és politikája hatalmas erkölcsi veszteséget szenvedett a világ előtt, és elnyomóvá vált. Természetesen mi ezt már jól tudjuk és tudtuk, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc előtette azt a magot, melyből a szovjet rendszer bukásának csírája elindult. És tudta ezt akkor már a Nyugat és Amerika is. Nem volt véletlen, hogy az 56-os magyarokat szívesen fogadták a vasfüggönyön túl a világ bármely pontján. Az emigránsok közül 1957 márciusáig 173 ezeren kerültek első fogadóhely gyaránt Ausztriába és 18.600-an Jugoszláviába. Már 1956 novemberétől megkezdődött a két országban összezsúfolódott a továbbszállítás az Egyesült Államokba, Kanadába, Nagy-Britániába, az NSZK-ba, Svájcba, Franciaországba, Svédországba, Ausztráliába, és még hosszan folytathatnák a felsorolást ott hova. A forradalom leverése után Kádárék beöltönöztek 50 ezer embert, kivégeztettek több ezer forradalmát, totális volt a megfélemlítés. Persze a szocialista blokk tagjaként a Nyugat felé a jóságos, hazaváró állam hazug képét akarták sugallni, ezt szolgálta a kádári amnestia, mely büntetlenséget ígért az 1957. március 31-ig visszatérőknek. Persze az amnestia propagandafogás volt, hatására 11 ezeren mégis hazatértek. Ennek háttérében többféle okot állapítanak meg a történészek, honvágy, beilleszkedési nehézségek az új társadalmakba, családi baráti kötelékek és kiskorúság, amit azért tartok fontosnak megemlíteni, hiszen voltak olyan, akik 13-14 évesen vettek részt a forradalomban, és szüleik nélkül sodrottak külföldre, sőt egész gimnáziumi osztályok tűntek el Magyarországról. Jobb esetben a belügyminisztérium külön alosztálya foglalkozott a hazatértekkel, akikre politikai veszélyforrásként tekintettek, folyamatosan adatokat gyűjtöttek róluk, és a propaganda szintjén megtévesztetteknek hívták őket. Persze a kiméletlen fizikai megsemmisítés célzó bosszúra is számos példa van. A többség azonban új hazájában maradt, ahol igen sikeresen beilleszkedett, hisz élvezték a nyugati társadalmak szimpátiáját, akik tudták, hogy a magyarok fellázadtak a szovjet világbirodalom sokszoros túlereje ellen, és életüket, családjukat, egzisztenciájukat veszélyeztetve heroikus, tragikus küzdelmet folytattak a szabadságukért. Olyan eszmért, amely az akkori nyugati világ értékei között a legelvontabb, és ugyanakkor a legfontosabb is volt. A jelenlévők a Duna Népdalkör műsora alatt elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait az 1956-os emlékműnél. A megemlékezés a nemzet szabadságáért küzdő hősök előtt tisztelgett, akiknek emléke örökké fennmarad.